csomó kommentet kapunk azzal, hogy mi itt majd magányosak leszünk, és így fogunk megdögleni, és nem is érdemlünk szexet, meg férfit, meg egyébként se. Most szeretném kijelenteni, hogy ezzel kurvábbra tisztában vagyunk, és jól is vagyunk vele, mert az életünk az pont olyan, amilyennek így szeretnénk, hogy legyen. Ez olyan, mint egy torta, amire ha valaki jön, az már a tejszínhab a tortán, de hogy így kurvára egyben van az életünk most mind a kettőnknek. És erre találtam egy tök jó angol idézetet, aki azt írt, egy csaj: a válásom után csak is és kizárólag magammal randizom, addig, amíg olyan életem nem lesz, amit szeretnék, és utána elgondolkozom azon, hogy valaki csatlakozhat-e. És ez mennyire fontos. Én azt mondom, hogy nem fogok egyedül megöregedni, így az elejére visszakanyarodva. Szerintem te se egyébként, tehát hogy Maximum együtt fogunk megöregedni, és az jókat a legrosszabb. röhögünk. Ugye ez legyen a legrosszabb, szerintem, Igen. na mindegy, itt ez szárnyalhat a fantáziánk, hogy hogyan. Hagyjuk, most ezt elképzeltem. Én Mindenkinek is. a fantáziájára bízom. Szóval, Én hogy is. de ez azért fontos, és ezt nem hoztuk be szerintem még ennyire expliciten egyik részünkben sem, hogy pedig beszélgettünk a szakításnál, beszéltünk arról, hogy ez az angol mondás, ugye, hogy kerülj valaki alá, hogy túl kerülj valaki máson, hogy hány esetben tényleg ugrálunk kapcsolatról kapcsolatra, tehát még be sem gyógyultak a sebek, még nem dolgoztam meg, még el se gyászoltam, még semmit nem csináltam, és már ott vagyok a következőben. És ez egy elképesztően nagy öngól. Hát ugyanazokat a köröket fogom futni, ugyanazokat a megoldandókat fogom hozni, mert nem változtattam semmin. Lehet, hogy öregebb, fiatalabb, kisebb, nagyobb, kövérebb, vékonyabb, teljesen mindegy, de arányaiban nem. És kell az, hogy az ember saját maga egyedül legyen magával, és jól érezze magát egyedül. És ez meg a másik, amikor nem kapaszkodom, amikor azért vagyok együtt a másikkal, mert csak vele akarok lenni, és lehet, hogy nem egy másikkal akarok lenni, hanem több másikkal, és mielőtt azt mondanátok, nem arról beszélek, hogy háremet tartunk, hanem egyszerűen más-más minőségű kapcsolódások, erről viszont már beszéltünk, hogy illúzió az, hogy egyetlen ember mindent tökéletesen be fog tudni húzni. És mondom én ezt úgy, hogy azért én nem vagyok híve a poliamóriának egy per egy. Kapod az Nézegettem, ívet, kapom az szépen, ívet, kapom kapod. az ívet, kapom az ívet, mert érdekes dolgok jönnek be az életembe, de azt a részét, hogyha most, és akkor megint visszamegyünk a poliamóriára, az egy szerelmi kapcsolat. Tehát én még egyszerre nem voltam két-három emberbe szerelmes. Lehet, hogy ez is el fog jönni. Az, hogy egyébként van, akit fel tudok hívni este, van, akivel el tudok menni valahova, valakivel jót tudok szexelni, igen, tök jókat szoktunk szexelni, nem fogunk szexmentesen meghalni, ezt is elmondjuk már egy párszor, és marad is, azt hiszem ez így. Ízületvédés, Abszolút, abszolút. ízületvédés. Igen. Hogy ez nem egy személyben jelenik meg, hát ez most egy ilyen időszak. De nem ugrom el attól, és ezt is mondtam már párszor, hogy megjelenjen megint a fehér herceg szőke lovon, mert még a végén kiderül, hogy tényleg van. Hát vagy nem. Azért itt behoznám azt a nézőpontot, amit egy kommentelőnk behozott, lehet, hogy emlékszel rá, aki azt mondta, hogy bezzeg régen a házasságok, meg most milyen nagy a válás, meg most mennyi csonka család, meg... És én erre azt mondtam, hogy mert végre megtehetjük. Végre mi nők megtehetjük, hogy elválunk. Mert régen a férfinak kötelessége volt nem elválni, ott vagy meggyilkolták, vagy valami volt, és tehát, hogy válni nem lehetett, egyházilag sem, és ott még kisebb volt az élet, az átlag életkor, most kitoltuk, és most várnánk el, hogy még tovább, meg még tovább, meg még tovább legyünk együtt. Hogy ez nem, ez valahol természetellenes. Ugyanakkor leveszem a kalapomat azon párok előtt, akik ezt megpróbálják, és akiknek sikerül, de én ezzel mindig úgy vagyok, hogy sikerül eddig 10 éve, eddig 14 éve sikeresek, és nem azt mondom, hogy
ők mindig együtt fognak maradni, hanem minden egyes percét elismerem annak, amíg együtt vannak, de nem veszem determinált végtelennek. Egyébként ez tök érdekes, amit mondasz, mert ezzel játszottam így gondolatban az utóbbi időben, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 18 éves házasságom az egy sikersztori. Már nincs. Abszolút. És abban a minőségében már nincs. A kapcsolódás ott van, tök jó. Csak megyünk, elengedjük a másikat, és pont ezzel kapcsolatban egyébként annyira érdekes, és csak behozom mégis ezt, mert megint csak hallgattam egy podcastet, és ott jött, hogyha tudom, hogy mennyire más, és erről is jöttek kommentek, méghozzá ott, hogy meddig dugnak a nők, ugye addig, amíg, és a menopauzáig, és az akár meddig. Tényleg, és most tökre kíváncsi lennék a nőknek a véleményére. Hogyha eltűnik a vágy, elmered-e engedni hetente egyszer-kétszer a párodat, hogy megoldja valahogy, vagy nem? És ez azért izgalmas, mert ugye ezt meséltem nektek, hogy nekem volt egy angol párom, aki állandóan azt mondta, hogy sharing is caring. A megosztás, az osztozkodás, az törődés. Vagy helyette, és keresétek vissza a részünket, karvajkodok, és megfogom, és az enyém vagy, és tíz Ez a körömmel mi marcink ragaszkodom rész veled, volt. akkor is, hogyha egyébként már nem tudok neked úgy örömet okozni. Szóval ezek, nyilván ezek komplex dolgok, és akkor itt utalok megint vissza arra, hogy nincsen nálunk a Szent Grál, tehát mi csak elkezdünk így megkapirgálni dolgokat, mindenki nézze rá a saját életére, ha neked működik az, hogy már 20 éve házas vagy, és még 20 évet azzal az egy emberrel tervezed, és ez jól működik, de legyél magaddal kurvára őszinte, akkor megemelem a kalapomat, és csináld. Eszem ágába sincs azt mondani, hogy az a jó, hogyha valaki más van. De hogyha azt érzed, hogy valami nem oké, akkor csak érdemes ránézni, hogy Én visszalépnék egy kicsit, bár ez egy jó végszó lehetett volna, mert rengeteg mindent felhoztál. Ez a mi marcink rész volt, amire utaltál. És visszamegyek a karvalságra, és visszamegyek arra, hogy mer a változó korú nők nézzenek magukra, hogy elmerik-e engedni a párjukat. Mert én azt mondom, hogy mi van akkor, hogyha még benne vagy a kapcsolatban, de te mondjuk nem az vagy, aki prosztatamasztást ad, és a férjed mondjuk megőrül ezért egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer, hogy én elmerem-e engedni olyan nőhöz, és én, tehát ha nincsen rajtam az a teher, hogy ezt nekem kell megcsinálni, csak azért, mert én szeretem, hanem azt tudom mondani, hogy annyira szeretlek, és menj és élvezd mással, akinek ez nagyon ott van. És tudom, hogy haza fogsz utána jönni, és tudom, hogy ugyanúgy fogsz szeretni. Mondjuk én úgy mondom, most már egy kapcsolati anarchista vagyok, abszolút lehet, hogy a polit is felrúgnám, de hogy én nekem ez a világomban megfér, hogy aki engem szeret férfi, és szeretne mással is lenni, miért kelljen nekem megfeszíteni magamat? Miért legyek az, aki nem vagyok? Ez akkor izgalmas, hogyha ez egy oldalú, mert mi van akkor, hogyha én, várjál csak, igen, egy olyan példát hallottam ugyanebben a podcastban, hogy én nyitnék, de nehogy már a párom is, hát még a végén jobbat talál. Szóval azért ennek vannak ilyen kis izgalmas nyalánkságai, nem mindenkinek való feltétlenül, de arra ezek a beszélgetések biztosan nagyon jók, hogy elkezdjünk ránézni arra, hogy mi működik és mi nem.